A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsor biztonságáról a Rokko Security Kft. Gondoskodik. Az önbiztonsága a mi felelősségünk. www.rokkosecurity.hu. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Ujász, a Star és a Sorry magazin. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. Szép estét kívánok kedves nézőinknek! Innen a Hatos csatorna stúdiójából Hírérték című műsorunkat látják, és remélem, hogy ez alkalommal is megfelelünk mind a hír és mind az érték minősítésének. Édesapja egészen kicsi korában Arany János verseit olvasta, amúgy álomba ringatásul. Édesanyja a székelység ízes beszédével a lelkét is megszólította. Ideje korán figyelmeztetve, légy példamutató, szeresd az embereket, tégy mindig jót. Egész lelkével izzig-vérig Székelynek tartja magát, noha már Budapesten született, de a gyökerek nagyon mélyek. És jó, hogy ilyenek. Erőt adók, örök forrás biztosítók, feladatokra, munkára, életre. Mérnök férje mindenben segíti, s mellette áll jóban, rosszban. Két nagy gyereke van, már önálló életet élnek. Tanulmányait Budapesten végezte. Első diplomáját az ELTE bölcsészettudományi karán filozófiából szerezte. Majd következtek a többiek, a természettudományok, a gazdasági földrajz egyik értékes területe a politikai földrajz, s közben pszichológia, etika már nem csak itthon. A képzés, a továbbképzés mai napig kötelező számára. A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében tudományos munkatársként eltöltött időszak alatt ismerkedett meg a politikai földrajzzal, mely tudományos munkásságának kiemelt területévé vált. Több hazai és külföldi egyetemen tanít. Számos tudományos és közéleti tevékenység közepette egyetemi tankönyveket, jegyzeteket ír, de az irodalom is helyet, szerepet kap az életében. A Budapesti Műszaki és Társadalomtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudomány Karának hallgatói képviselete által számára adományozott díjra a legbüszkébb. A Széchenyi Társaságnak 1993-tól aktív tagja, évek óta elnökségi tag. 2003 óta van jelen a médiában. A rádióba többször kérték fel kommunikációs szakértőként és riportalanyként, majd a televízió következett, ahol riportalanyból lett szerkesztő, műsorvezető. A mai Lillás reggeli vendége dr. Körösi Mária, egyetemi docens. Alkotmányos szabadság, felemelkedett nemzetiség a mi elemünk. Tegyen mindegyikünk mennyit, tehet ahonért és a földért, figyelmeztet gróf Széchenyi István, a hitel, a kelet népe, ha tetszik a kaszinó, méghozzá polgári értelemben vett, művelődési, fundamentumot jelentő kaszinó létrehozója, megálmodója, fejlesztője, és nem beszélve arról a rengeteg sok gyönyörű szép levérről, imáról, amelyről mindig figyelmeztet, a magyarok tegyenek, amennyit csak tudnak, ki a maga tehetsége szerint a nemzetért. Olyan érdekes, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen hosszú idő óta, mondhatom hosszú idő óta vezeted nálunk a Hírérték című műsort, és mégis amikor most készültünk a beszélgetésre, rájöttem, hogy mennyire keveset tudok rólad. Pedig azért az utóbbi időben más szálon is összefut az életünk, de erről majd egy kicsit később beszélgetünk. És rólad nincsenek is olyan fajta életrajzi írások, amelyek sok esetben segíthetnek különböző riportalanyaim kapcsán, hogy úgy mondjam, nagyon szépen köszönjük. Tehát a riportalanyok kapcsán, hogy föl tudjak készülni. Azt tudom, hogy vannak erdélyi gyökereid, és hogy a magyarság tudatod egy kicsit más, mint az átlag magyar emberi. Én megmondom őszintén, szentről meg voltam róla győződve, hogy te nem Magyarországon születtél, hanem valahol Erdélyben, és hogy erdélyi gyökereid vannak. De aztán kiderült, hogy budapesti születési vagy, itt nőttél föl, itt végezted az egyetemet, itt tetted a nagy dolgokat, és mégis a fele királyságod, a szíved másik fele az Erdélyből, vagy Erdélyből él és táplálkozik.
ha azért megvannak ott a gyökerek, ugye? Jaj, Lillám! Először is nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a nagyon tényleg szépen frekventált emberi léptékű műsorban és stílusában elhívtál engem is. Jól esik, amikor az ember munkatársként jelenik meg, és barátként is egyszerre. Rátérve gyorsan arra, hogy nincs olyan nagy életrajzi adat. Én nem szeretem a nagy kitárulkozást. Aki ismer, rálép a Google-ra, megnézi, hogy melyik egyetemen tanítok, hány egyetemen tanítok, és ott szépen megvan a nacionália kötelező végzettséggel, képzettséggel, esetleges publikációkkal, bár ezt is úgy vagyok, hogy annyi könyvem, meg annyi recenzió, annyi féle írásos anyag van, amit tanárként és hivatásból meg kell írni, hogy én a publicitást a hallgatóimnak szánom elsősorban, hisz tankönyvekről van szó. Az olyan könyvek, ami egy kicsit kirándulás, például Albánia vagy Mongólia, ahol a férjem jó voltából több külföldi országban éltünk, ott is inkább az emberi kapcsolatokat értékelem. De ezek is, mondom, az előzőekhez kapcsolódnak. Erdély, nagyon szépen köszönöm, hogy kiemelted. Székelyföld, bensőségesebben mindaz a gyökér, ami az én drága édesanyám neveltetéséből, felém irányult emberségéből, szeretetéből, az ott élő emberek gyönyörű stílusa, beszédkészsége, a természettel való együtt élni tudása, és az, hogy nálunk valahogy három széken ez a Hargita egyik oldala, a másik a Csiki, azért nálunk is földrajzilag mindig megvannak a bizonyos kis nüansznyi különbségek az együttélő tartozás mellett, de nálunk egy kicsit olyan békésebb a mentalitás. Jobban bele tudunk épülni a történelembe. Vajon nálunk kénytelen meg megszakítani. Feldobva a Székelyföld. Igen, csak érdekes, igen. Hogy most azt mondtad, hogy nálunk, és megint oda tetted magad. Igen. Holott te egy pesti lány vagy. Lila. Szóval akkor nálunk az itthon vagyok és otthon vagyok? Ez majdnem így néz ki. A gyökerek nagyon nem tudnak elszakadni. Azzal együtt, ha az én édesanyám 2 hetet vár, az én születésemmel, hát ezt aztán soha annyira ki nem lehet számítani, akkor én Brassóba születem meg. De így most annyira valahogy ez mindegy, ezek a taxatíve adatok. Én minden adat mögött valahol az életet szeretem látni, és hogy mennyire pesti lány. Azért, mert itt lakom, igazából lélekben mindig ott élek, és ezt megpróbálom áthozni, illetve nem is nagyon kerül nekem nagy munkámba, mert a stílusom az valahogy nyilván tükrözi azt az eredeti gyökeret, amelyet én annyira az édesanyámtól át tudtam valahogy örökíteni, bár közel nem tudom olykor itt annyira alkalmazni azokat a speciális kifejezéseinket, ami otthon természetes. De ha én 3-as falut elhagyom a kocsival, és megyek befele, tényleg Székelyföldre, épp a férjem szoktam mindig mondani, hogy úgy átlényegülök, hogy szótár kell időnként hozzá. A székely kifejezések úgy dőlnek belőlem, mint kicsi gyermekkoromban, de én ennek valahol örvendek. De ugyanakkor nem tagadom meg, amit ugye a mi fővárosunk is adott nekem, hisz itt tanulhattam, itt végezhettem el az egyetemeket, az egyetemek által külföldre is nagyon sokat eljutottam tanárként, és nagyon sokat köszönhetek annak, hogy a hallgatóim tartós kapcsolata is ebből a fővárosból fakad. Úgyhogy ez nem jó. Nem kell ennyire előre a hallgatók felé, mert igen, aztán is. Nem tudok visszatérni és visszakanyarodni Erdélyhez. Illetve megint elhangzott egy városnév, ez a bizonyos Brassó. Tehát akkor most beszélgettünk arra, hogy Pesten születtél, de tulajdonképpen Erdélybe kellett volna megszületned, és akkor azt adott, hogy ha 2 héttel később születek, akkor Brassóban születek. Szóval akkor hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis Brassó a képbe? Nagy öröpködöm, mint ez kétségtelen. A család őszi fészke Feldoboly. Ez 3 szék megyéhez tartozik, remélem, hogy ezt nem fogják most újra kantonosítani, közigazgatási területünk Kézdivásárhely, de az én nagyapám Brassóban volt postafőigazgató, a család hosszú ideig ott élt, úgyhogy amikor én Brassóba megyek és megnézem a régi házat, ahol most patika van, meg gyártócég együtt, meg minden, akkor úgy belegondolok, hogy te jó Isten, talán nem büntetnek most meg a nézők, ha erre térek, hogy ő, aki nagyon sokakkal, sokat magával nem tette el a 20-as esztendőkben az úgynevezett hűségesküt, és visszavonult a családi fészek színhelyére, aztán végül Egerpatakon is kikötöttek,
ahol az én anyám igazi felnőtte blánsága eltöltődött, hogy végigfut az emberen az az időszak, hogy mit kellett feladni, miért, nem könnyekkel, hanem szent akarattal, hogy ne felejtsük el, hogy honnan származunk. És ez nekem nagy erőt ad. Hogyan tudtál, tehát akkor a szüleid, illetve a nagyszüleid úgy döntöttek, hogy eljönnek Brassóból, mert nem teszi le a hőséges kül. Vissza kellett menni. Igen. A családi faluba. Igen. Az én nagymamámék meg úgy döntöttek, hogy átjönnek Magyarországra. Meg volt az esély. Igen. Tehát nagyon sok család ugye választás elé kényszerült, és pont a napokban, amikor pakoltunk, most nem is tudom minek a kapcsán, és nagyon sokat kellett pakolni, talán egy kiállításra készültük, akkor úgy fölmerült, mert jó Isten, hogyha az embernek azt mondják, hogy 48 óra alatt, vagy 24 óra alatt össze kell készíteni az összes holmidat, amit magaddal vihetsz, akkor az milyen trauma? Ugye van az a, melyiket a kilenc közül az a novella. És akkor, hogyha van egy rövid idő, most a zsidóságot azért említem, mert ott is ugye egy pillanat alatt kellett összekészíteni, sőt, ami aztán tulajdonképpen fölöslegessé vált, csak akkor még senki nem tudta, hogy fölöslegessé válik, hogy egy nemzet életében milyen traumákat, egy család életében milyen traumákat kell, egy pici közösségben milyen traumákat kell megélni, és azok hogyan öröklődnek tovább. Nagyapádék hogyan élték, beszéltek-e róla, hogyan élték meg ezt a költözést, hiszen ezért egy posta hivatal vezetője, sok hasonlóság van egyébként, mert az én dédanyám meg itt a keleténén a nagypostának volt, képzeld el a vezetője. Még tehát hogy nem tudunk gondolj bele, hogy asszony létére, gondolj bele, hogy asszony létére az én dédanyám a 72-es keleti hatalmas posta hivatalnak volt a főnöke. Micsoda jó agy lehetett, bocsánat. Kicsit. Hát akkor most mind a ketten, mint utódok gondolkodhatunk ezen. Rajta. De hogy visszatérjünk az előzményekre. Tehát hogyan alakította át a család az életét? Mert azért az egy abban az időszakban egy postahivatal vezető, az egy rang volt, az egy tisztesség volt, azt megsüvegelték. Ajaj. Na most onnan elmenni egy faluba és új életet kezdeni? Azért ez a falu a mi családi fészkünk, úgyhogy ezt meg kell mondjam, hogy nagyon szép kuriája volt az én nagyapámnak, a nagyszüleimnek. Felnőttebb korában anyám aztán ott vasárnapi iskolát vezetett a református templomban. De az én nagyapám egy kemény lófőszékely ember volt, rendelkezett persze tulajdonokkal. Ők mindig megpróbáltak nekem úgy beszélni erről, hogy lelkileg ne megrázzon, hanem tanúság legyen, tudjak belőle építkezni, de ezt valami olyan fantasztikus, sajátos humorral tették meg, ami nyilván, hogy minden népcsoportra maga minőségében megfelel. Az első reakció az rögtön az volt, hogy az én nagyapám, na leánkám, első dolgom volt, hogy jól elittuk a nagyborosnyói házat, mert minek annyi vagyon. Ez persze a keserűségből fakadt. Nem volt ez egy olyan könnyű gesztus és egyebek, de én tudom azt, hogy amikor nagyon neki tud keseredni az ember, nagyon végletekben tud lépni. Persze nagyanyám azért a talpára állt, kőkeményen, úgyhogy már nem volt több ilyen huncutkodás ebbe a vonatkozásban, de egy nagyon szép közösséget építette ki Feldobolyban is, és Egerpatakon is. Erre én örök életembe hálás leszek. Viszont felnőttebb koromba azért ebből a táplálkozásból lett egy tudományterület, amelyet az élet nagyon érdekesen koreografált, és tanítványa lehettem Rónai András professzornak, és én általa tanultam meg a politikai földrajzot, főleg a politikai földrajzi gondolkodást, és itt jön be Lillám, amit te mondasz, akár a zsidóságra, akár bárkire, mesterségesen kitelepített népcsoportokra, ami önmagában borzasztó, és csodálkozom, hogy ez ma még néhány embernek a csámcsogás szintjét adja, és nem az, hogy tessék emberi módon viselkedni. Én itt tanultam meg, hogy nem beszélhetünk általában kisebbségről. Nincs általában, mint hogy az életben sincs semmi általában. A sorshelyzeteknek megvan a maga jelzője, és ezt a politikai földrajzi gondolkodás megadta. A mi kisebbségünket úgy hívjuk, hogy kényszerkisebbség. Létezik az úgynevezett ősi
tradicionális kisebbség. Hát itt a honfoglalásnál a jövésmenésben azért igencsak Európa benépesült, ha nem is olyan simán és egyszerre, de volt rá történelemnek ideje erre, és voltak rá emberek, akik életképessé bizonyultak itt a Kárpát-medence gyönyörű, gyönyörű adományait megélendő és felvállalandó. Létezik az önkéntes kisebbség, aki maga dönti el, hogy hova megy, de kisebbség. A te nagyszüleid önállóan eldönthették, hisz nyitva volt a lehetőség, hogy akkor próbálj összecsomagolni, az már botrány, hogy hány kiló és hány, mennyi idő alatt, ez egyszerűen megbocsáthatatlan, de miután utólag sokat nenni nem tudunk, de akkor tisztességesen beszéljünk róla, és tisztességesen próbáljuk helyén kezelni a dolgokat. És most jön be a kényszerkisebbség, aki anélkül, hogy a lábát kitette volna valahonnan a saját nemzetéből, ugye a történelem sors fordulói szintjén bizony-bizony jó néhányszor tartozott állampolgárként ide-oda, és ennek az egész trianoni szindrómának a nagyhatalmak, amelyek méltóztattak rólunk teljesen kívülállóként, de saját érdekben gondolkodni, ennek az ódiumát mai napig nem sikerült megoldani. Úgyhogy ez nem egy öröm dolog, mert amíg ez nincs rendben, addig igazi béke, inkább ahogy annak idején ezt én megtanultam, szomorú békének a korszakait kell éljük. Hogy aztán ebben mit tudunk mi tenni? Emberséget, még nagyobb emberséget, feltöltődés, nagy Isten mosolyt, nem kényszerből, az például múlik a médiákon, múlik, hogy kik vannak a médiákban, kik irányítják. Ezerféle tanulási lehetőség van arra, hogy ne a drasztikus dolgokat, hanem az emberi finom, és tényleg készfogásra is alkalmas szituációkat tudjuk megteremteni. Tanulásról még nagyon sokat fogunk beszélni, hiszen az életet hivatása a tanítás, és különböző szálakon, és ehhez hozzátartozik a tanításhoz a tanulás is. Megint van egy olyan, amit még soha nem kérdeztem meg senkitől. Egyszer föltettem, vezettem egy műsort, egy politikai vita műsort, ami talán életem egyetlen ilyen műsora volt, mert én nem nagyon értek a politikához, tehát ezért nem nagyon tudom. És nem is művelem, legalábbis a képernyőn keresztül, és igyekszem távol tartani magam, amennyire lehet tőle, méghozzá azért, mert tisztelem annyira a politikát, hogy ne szóljak bele olyanban, amit nem tudok. Na, hát ez egy műveltségkép már. Lényeg az, hogy az volt a műsornak a cím, hogy 5-2, és már reggel kitettük a képernyőre, nem volt nálam mindig egy politikus, egy civil és egy művészember, és akkor megbeszéltük, hogy mit teszünk ki kérdést, és arra már napközben lehetett reagálni, és este pedig élőben, ez 6-tól 7-ig volt, jöttek, özönlöttek a telefonok, hát kaptunk hideget, meleget, nagyon érdekes volt. És egyszer föltettem azt a nagyon érdekes kérdést, amire aztán kaptam mindent, hogy román-e vagy magyar az erdélyi magyar? És ebben nagyon sok kérdés van benne, és nagyon sok válasz van benne, és nagyon sok érték van benne. Most nem erre akarok kitérni, hanem arra, hogy most Brassó, amit említettél, azt én úgy soha nem tudtam magamba helyre tenni, hogy az most egy román város, vagy egy magyar város. És hogy hol van a határ ilyen szempontból, akár emberileg, akár földrajz és politikailag, vagy politikai földrajzilag a határ a két ország között. Én nem azt mondom, hogy így két ország között földrajzilag hogyan tudjuk beosztani. Ami a földrajzot jelenti, az eredeti Kárpát-medence. De Brassó döntően magyar város, az erdélyi szászok épp olyan tisztelettel éltek és emelték a színvonalát Brassónak, mint aztán az igazi szászrégen és a szászok által tényleg minőségivé tett területen nagyon sok népcsoport él, de mindenki tudott békésen egymás élni, de döntően Brassót magyar városnak tekintették, de az együttélésnek tényleg a nagyon szép példájával. Sajnos mondom, ez a trianoni trend volt az, ahol nagyon drasztikus belső, ha úgy tetszik, egy szekunder kényszerkisebbséget hoztak létre. Lila, képzeld el, hogy a regáti román közösség, akinek megvan a maga életmódja, stílus, egyszer csak ott találja magát, majdhogy nem a jelenlegi... Kényszerki telepítése vagy persze, betelepítése. Mondom, igen, ez igen. A szekunder, hogy igen. Már házon belül még plusz még ez az aljaság is megjelent.
ezek az emberek ott találják magukat, majdnem a jelenlegi magyar határ, de a románná tett terület mentén, teljesen más földrajzi környezetben, életmóddal, életstílussal. Nekik sem volt ez jó. Úgyhogy ahogy az első etap megjelent, hogy lehet visszamenni, a legnagyobb része vissza is vonult, mert az ő életstílusa földrajzi területhez kötődött, egész ízevére az oda kötötte. Úgyhogy bizony-bizony, aki nem él ezen a területen, nehezen tudja megítélni, hogy éppen ki hogyan magyaráz a politika. Én nagyon sokszor azt mondom, hogy nem szeretném a úgynevezett megélhetési politikát a megélhetési politikussal együtt látni, ha nem éli meg igazából, és nem tudja jól reprezentálni, hogyha már a politika oldaláról belevág, pláne mint döntési helyzetbe levő ember. Ezt nem lehet olyan egyszerűen elintézni. Túl sok a szofizmus, kevés igazából az élettapasztalat, de ehhez már maga az oktatás is sajnos időnként nem feltétlen pozitív előnyökkel, meg pozitív szituációkkal áll elő. Agyon szerkesztett tankönyvek, folyamatosan megújítottak, sztereotípiák, átgondolás nélküli átvevése, ez mindig újra kell, hogy értékelődjön. Majdnem most is itt tartunk, úgyhogy ha még 2013-ban is az ember olyan kérdést kap, hogy odahaza már megjössz nekem jogosan. Jó. Hát, úgy kell nekem, de hát legalább ez egy világos dolog rólam. Egyszerűen magyarul beszélünk, kérem, Erdélyben. Hát megáll az ember esze. Az, hogy kettős állampolgárságot kell, hogy képviselje, reméljük, hogy ez most már pozitív értelemben vesz a kettős állampolgárság, akkor célszerű megtanulni mindkét nyelvet. Úgyhogy nem utogassunk egymást, hogy nekünk kell csak románul megtanulni, ez vice versa is igaz, ezt az utóbbit sajnos lazábban kezelik. Ebben már bele lehet kötni, vagy egy kicsikét figyelni, hogy nem egy oldalú a dolog. Minden, mindig két emberen áll, úgyhogy próbáljuk ezt a Isten áldott bölcsességet követni a gyakorlatban. Mikor kérdezted, Lila, bocsáss, igen, meg itt elbeszélgetem a kérdéseid, ne haragudj, a tanulást. Hát én az az ember vagyok, aki, és nyilván nem vagyok ezzel egyedül, aki tanulva tanít. Ugyanis a fiatalok kérdés özöne, kérdése, az helyzet elé állít engem is, és a kérdésekre mese nincs, rá kell készülni. Olyat például én nem követek el, hogy ilyen sztereotíp dumát levágok, hogy nézze, kollega úr, olyan értékes a kérdése, és annyira méreható, hogy utána kell nézni, mert ez úgy, ahogy van ham. És akkor, ha tényleg olyan a helyzet, hogy magáról a dologról hallottam, de fogalmam nincs a tartalmáról, kérek egy vagy két hetet, hogy utána nézek, hogy legalább azonos nevező legyek, vagy legalábbis hullámhosszon. De mindig van mit tanulni hallgatóktól. Egyébként én a tudást szeretem magát. Tehát engem nem a diplomák, meg az egyebek, meg címek, ugyan kérem szépen az. Herakleitosz olyan szépen mondta. Egyszerűen mit ér a tudás, ha nincs kinek átadni? A másik pedig a lexikális tudás még nem jelenti azt, hogy az ember tényleg tud. A végzettség és a képzettség között fényé van, és ez minden szakmára igaz. Vagy tudod csinálni, és az érződik, hogy tudod, vagy az ember legfeljebb jegyzetekből olvas, meg szlájdokat olvas, ugyanazt, amit fölvetít. Ez nem jó. Ez nem jó. A sok tudás még senkit nem tanított meg arra, hogy esze legyen. Így szól az eredeti mondása Herakleitosznak. Úgyhogy megpróbáljunk ésszel élni az életet. Ezt elgondolkodtam egy hirtelenjében, de hát abszolút jogos. Egyébként pont azért jogos ez most, mert a fiatalokra most az jellemző, bár erről egyáltalán nem akartam beszélni, de most, hogyha már ezt fölhoztad, ugye, hogy 30-35 éves korukig ott ülnek a szülői házban, és tanulnak. Hogy aztán az a tudás, amit ők fölhalmoznak, az a tanulmány, ha fölhalmozzák, akkor ez egy használható tudás lesz-e, vagy sem, ez egy kérdés. Jaj, Lilla. Na most, igen, rossz, jó, bocsánat, dologba tapintottam. Nagyon jó dologban van, hogy a tanulás nagyon fontos a gyerekeknek, fiataloknak. Én ugye egyetemi szinten tudok gondolkodni elsősorban, hogy ezek a 20 éves fiatalok, bár az lenne, Lilla, az egyetlen lehetőségük, hogy otthon tanulnak, és anyu előkészít valamit, egyebek. Nem ilyen a helyzet, nem ilyen, hosszú évek óta már nem ilyen.
kivételnek számítasz egy-egy fiatal nyugodt körülmények között tud otthon tanulni. A legtöbbje dolgozik. Valamilyen, ki is merem mondani, rabszolgamunkát valamilyen bankba látástól Mikulásig, annak örvendek, hogy nem alszik ereggel a padba, hanem ott ül és figyel, és aktív, és akar tanulni, és akar tudni. Ez a legtöbb ma. Úgyhogy én folyamatosan szoktam azon kollégáimnak mondani, akinél látom, hogy egy picit elrugaszkodik attól, hogy nem figyeli a hallgatóknak a hátterét, hogy vigyázzunk, mert nekünk tudomásul kell venni azt, hogy nem az a több, aki kényelmesen tanul, hanem milyen iszonyú, megküzdendő, percekre megküzdendő és percekről megküzdendő életmóddal. Nagyon nehezen lehet erre rájönni, de azért rájön az ember, és figyelem a reakcióikat. Én csak fejet tudok hajtani a fiatalok előtt, vagy lehet, hogy én burába születtem ilyen tekintetben, de én laza, erkölcsű, a tanulást nagyon lazán kezelő emberrel nem találkoztam. Most ez azért érdekes számomra. Úgyhogy elnézést, hogyha valaki ezt túlzásnak veszi, de nem nagyon jó, mert mindjárt említjük, hogy te melyik egyetemeken tanítasz, mert sok helyen tanítasz jelen pillanatban, és ha már tulajdonképpen a boldog nyugdíjas éveket kéne élned. Igen. 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 Ehhez képest, hogyha jól tudom, akkor 9 helyen vagy jelen pillanatban, és akkor, amikor egyeztetünk időpontot Máriával, akkor azt mondja, jó, most egy óra múlva elindulok Erdélybe, 3 nap múlva visszajövök, hiszen a Párciumi Egyetemen is tanítsz Nagyváradon, és akkor még Szlovákiába is elmész, és elmész Délvidékre is előadásokat tartani, időnként Amerikába is elmész előadásokat tartani. Tehát ez egy elég fölfokozott életet érsz, ilyen kis laza nyugdíjasként. Viszont elég sok olyan egyetemi tanárral beszéltem én, akik pont az ellenkezőjét mondják, mint te, hogy van olyan évfolyam, ahova a hallgatók beülnek mondjuk 300-an, és most itt pont a média szakot fogom kiemelni, mert te menedzsmentet, médiakommunikációt, tárgyalástechnikát tanítasz jelen pillanatban, és ugye ez különböző rétegeknek, mert orvosoktól, mérnökökön keresztül, és az és ez egy teljesen külön világ, tehát mindegyiknek megvan a maga vonala, még a mérnökségen belül is. Szóval mindenhol azt hallom, hogy azért jönnek be, és általában azért választják a kommunikációt, mert egy, azt hiszik, mindenki képernyőzni fog utána is villant, vagy minimum szóvívő lesz belőle, és gennyesse keresi magát. Bocsánat a csúnya kifejezését. Életszerű. Életszerű. De nem kettő. Így. Azért mennek oda, mert valamilyen fogalmuk sincs, hogy mit fognak kezdeni az élettel, és valamilyen papírra szükségük van. Állást úgyse kapna, még a szülők elő tudják teremteni azt a pénzt, ami a tandíj. Lillám, a kommunikáció, mint önálló szak, egy vonzó a kifejezésben, amit te is mondasz, egész odáig, hogy gennyesre keresik magukat. Ez persze nem egészen így van. Nagyon sok benne a szubjektív tartalom, a szubjektív lehetőség. Tudod, én ilyen felfogozottan mondom a magam. De igaz, hát igen. Nagyon helyes. Hát az ember maradjon már természetes. Kélek szépen, mikor az egyetemen elindult az ipari menedzsment és vállalkozás gazdaságtan tanszéken és maga kommunikáció, tárgyalás technika, az MBI programok, ezek rendkívül vonzóak, de önálló kommunikáció, az én olvasatom, az egy tragédia, még akkor is, hogyha menedzsment szakra jelentkezik, hát képzeld el, és a kedves nézők is képzeljék el, amikor egy érettségizett gyerek kijön, azonnal bemegy egy kommunikációs szakra. Most nézzük meg nálunk a Műegyetemen, vagy az Óbud Egyetem, vagy bárhol megnézek ilyen területet. Mit menedzsel? Hát előbb legyen mérnök, nem? Vagy legyen orvos az egészségügyi menedzsment, de érezz annak a szakmának a csinyát-binyát. De akkor jön egy következő kérdőjel. Hol van a magyar ipar? A 70-es években, 80-as években könnyű volt diplomamunkát kiadni, mert volt gyár, magyar gyár. Legyen az a szilikátipar, legyen az a Gábor Áron gépgyár, amiből tragédia, hogy milyen buta dolgok miatt lett kínai raktár, meg a Isten tudja micsoda, cukorgyár, a Dunai Vasmű. Lehetne beszélni az atomreaktoriaink. Valami hihetetlen tárháza volt, hogy lehetett diplomamunkát adni. Most minden vegyes, vagy nem is magyar tulajdon. Az ember nagyítóval nézi, hogy Jézus Mária, hova lehet ezt a fiatalt oda valahogy becserkészni, hogy kapjon valamit. Minden kompjúter. Nagyon jó az e-világ. Ideig rendben van.
de tanuljon meg megszenvedni, hogy a térlátás, ábrázoló geometria, hogyan néz ki egy rajz, egy dipán, egy pauszon. Ma az ember ilyet mond, hát ez honnan jött, hányadik évezredből visszafelé? Amikor én kipontyogom a gépen, de nem tudnak rajzot olvasni időnként, ő szenved a legjobban. Időnként az oktatásban is vannak konkrét problémák, hogy csak kockaházat tervezzen, Isten ments, hogy mást is belerakjon három mosdóhelyiséget, mert akkor az már nem takarékosság, nem a funkció, hanem a Jóisten tudja, mi dominál. Minden szakma hordoz magába ilyen problémákat, ami az oktatásnak a másik részét jelenti. Én döntően műszaki értelmiség között vagyok, bár a 70-es években az Orvostudományi Egyetemen kezdtem áldásos tevékenységet, a graduál képzésben filozófiát tanítottam, etikát, pszichológiát, de ott is inkább az érdekelt engem, hogy hogy fogunk az emberrel bánni. Akkor kezdett körvonalazódni bennem egy sajátos tárgyamnak a lényeg, és ennek az a cím, hogy az érintés. Akkor jött ugye az, hogy éberműtétekre jártunk korteremben, hogy beszélek a beteggel, hogy beszélek a munkahelyi kommunikáció, mit hall a beteg, egy orvosta hallgató, ha bemegy egy műtőbe, hogyan beszél egymással az operáló főorvos és az asszisztencia, mit tanulott erkölcsileg, motivációban, ez is tárgyalás technika. Nem beszél arról, hogy ne levelezzenek lehetőség szerint az emberek. Olyan területeken fordultam meg, ahol a gyakorlat dominált. A gyakorlatban nem lehet illúziókat beleépíteni, meg dodonai dumát, szöveget, meg egyebeket levágni. Ott rögtön koncentrálni kell. Más a milliója már egy jogi egyetemnek, egy bölcsészkarnak, egy művészeti területnek. Az egész gondolatvilágok más. Kitértem arra, hogy ugye én műegyetem elsősorban is a műszaki társadalom, mint a mérnökkamara is azon belül. Egészen más, hogy bemegyek a tárgya tanítani az építész mérnöki karra, vagy az építő karra. És megint más a gépészkar, a villamoskar, a vegyészek. Annyira más a világuk, és annyira más a gondolkodás irányultságuk, pedig építő jellegű. Mindegyik az, sőt, célja is az. De maga a gondolat. Lilla, ha te hallanál egy építészt, és egy gépészt együtt beszélni, nem hinnél a fülednek? Vagy egy probléma fölvázolása mennyi idő, holott egy előkészített szakmai tárgyalás nem igazából illik, hogy meghaladjon egyed órát, maximum 20 percet. Egészen máshogy gondolkodnak, és itt ugye nekünk a szakmába belelátó logikai gondolkodást is illik tanítani, vagy rávezetni. De ez még eléggé gyerekcipőbe jár, de meg kell mondjam neked, hogy a fiatalok szeretnek alkotni. A műszaki társadalom, a realitét nem megy el lila ködökben. Nem ez a szakmája. Úgyhogy valószínűleg, hogy az én nagy pozitív meglátásom az ebből is fakad, de egészen más, amikor én egy filozófiai témakört beszélek echte filozófusokkal, akkor jön a metanyelv, a hihetetlen elbarangolás, már a végén nem is ott vagyunk, ahol elkezdtük, mert az ő egyénisége ilyen. Nagyon fel kell készülni ahhoz, hogy az ember visszaterelje a mederbe ilyenkor a gondolkodást. Én emlékszem, amikor filozófia szakon vizsgáztam, és a tanár úr közölte, Mária, akkor az anyagfelfogást vezesse le nekem az ókortól Hegelig. Na hát ugye ez történelmi időszak is éppen, aztán nem feltétlen pointíroz, ez azért az ívet azért adja meg, hogy ez mégis micsoda. De tulajdonképpen az is jó lenne, az ember fogalmát így, az emberrel való bánásmódot végvezetni. Az örültem a kérdésnek annyiban, hogy nem lexikális dolgokat kérdeztek, hanem a logikára építettek és a felkészültségre. De azért képzeld el ezt a vizsgát. Igen. Tudod, mennyi ideig tartott? Hát ez szerintem több óra. Másfél óra. Igen. És ez még úgy aránylag. A többi utána még tovább volt ott, mert nyilván még kacifántosabb kérdést kaptak. Jó szándékkal, ez természetes. Megint megfogalmazódott bennem az, hogy a filozófusok egy picit a világtól elrugaszkodott emberek, és tulajdonképpen te filozófia szakon végeztél, és ez az első diplomád, te mégis egy ilyen három lábbal a földön álló ember vagy. És most megint egy picit a személyiségedre szeretnék rátérni, mert én több személyiségedet ismerem. Ahogy most beszélgetünk, ez egyfajta személyiség, ezzel a fajta személyiségeddel elég ritkán találkozom. Gyere a tanterembe. Na most ugyan, igen, ott csak
De ez nagyon jó. Van egy egészen másfajta személyiséged, amikor előadást tartasz. Én is szoktam időnként olyan lenni, akkor azt mondják otthon, hogy a pedagógus megszólalt. Hát az de, vagy. Igen. Ó, de van egy közös vonásom tovább. Figyelj, kedves néző, hogy a Mária ilyen a... Most, ahogy adtátok át a Széchenyi díjakat, a laudációt, hát megint lehidaltam, annyira jó volt. Az energia, az a húzás, az a... Egyszerűen muszáj rá odafigyelni. És van a harmadik éned, ami egy teljesen másféle, amikor műsort vezetsz, mert ott... Hogy fogalmazzak? Tehát nem azt mondom, hogy alárendeled magad a személyiség, a vendégek és a partnereknek a személyiségének, de valahol mégis. Természetesen, ott ő a főszereplő. Tessék, neki ott lehet, mi lehetőséget biztosítunk közösen, hogy a meghívott vendégeink tudják a saját egyéniségükkel elmondani az neki kirendelt feladatot, vagy éppen az általuk mindig megkérdezem, hogy azért adjatok nekem olyan támpontot, és amiben én is segíthetek, mert mindannyian, hogy mi az, amiről te szeretnél beszélni. Itt van a témakör, határozd nyugodtan meg, én arra rákészülök, mert felkészületlenül persze soha, sehova, akármennyire is lehetne úgymond rutinból, de ez nem volna becsületes. De ő a főszereplő, hát ez a minimum. Úgyhogy ha ezt alázatnak nevezi, akkor legyen az. De én mindenféleképpen mondom, ez az embertisztelet ott van, nekem az a feladatom, hogy felkészüljek belőle, ismerjem a témakört, és kérdezzek. Lehetőség szerint jó kérdéseket tegyek fel, amire lehet konkrétan válaszolni, sőt, egészséges, építő polémiát is kivetíteni. Menjünk vissza a tanterembe. Pont amikor most az Óbudai Egyetemen meglátogattalak, akkor lerohantál egy megbeszélésre hozzánk, a rektorhoz, meg a dékánunkhoz. Mióta hívják kancellárnak egyébként a rektor? Ez a, nem a rektor, ez egy, a rektori hivatalon belül van a kancellária. Én szeretném mondani, amióta az egyetemet egyesítették, tehát a Kandot, a Bánki Dunátot, a villamosmérnökiket egyesítették, azóta lett ez az adminisztratív megkülönböztetés, aminek megvan persze a maga funkciója. Na szóval, Mária, de ezt majd tőlük kérdez. Lerohantál, elmondtad a kis bevezetődet, összekötötted a szálakat, megvasnéztuk, engem ott hagytál a professzor urakkal, és te visszamentél tanítani, és mondtad, hogy mert várnak fönt kamerával. És hogy dicsérjék meg azt a technikust, oktatót, nem tudom, igen, aki azt a részt vezeti, mert rengeteget segít neked. Ahhoz, hogy te jó tárgyalástechnikát tudjál tanítani, és ezt olvastam is tőled, hogy feltétlenül kell, hogy a lássák a tanulók, hogy miből mi lesz. Hogyan fogadják saját magukat? Mennyire tisztelik egymást? Mennyire nevetik ki saját magukat vagy egymást? Hogyan lehet feloldani ezt a hangsúlyt? Hiszen tudjuk azt, még én is még évek óta műsort vezetek, hogy lehet, hogy nem látszik annyira rajtam, de azért is nem nagyon beszélgetek senkivel, az én agyam jár, hogy abból a vendégből, vagy abból a témából hogyan fogom azt a maximumot kihozni, ami nem felszínes, és megpróbáljak egy kicsit a dolgok mögé virágítani a nézőknek. Neked pedig ott ugye el kell hitetni a gyerekekkel, hogy kamera előtt könnyű dolgozni, vagy nem kell elhitetni? Ott nekem az a feladatom, hogy szembesítsek. Tehát az én tanítási módszerem az nem arra épül, hogy kioktassak, Isten őriz, hanem hogy szembesítsek, pláne ennek a tantárnak az ügyén. Tárgyalástechnika, hogyan tudja megvédeni magát, és ehhez tartozik lélám az is, hogy az üzleti nyelvezetet is megtanítsam neki. Üzletileg tudjon gondolkodni, mert hogyha hétköznapi szinten beszélget, akkor az abból nem lesz üzlet, abból legfeljebb az üzleten belül ráfizetés, annak van a nagyobb esélye. A hallgatóknak pedig megmagyarázom, hogy én hiába fogom elmondani, amit én látok, ha ő nem látja saját magát. Ehhez kellett, és mondom, egy csodálatos kollégám van, akinek, kedves Éla, ilyen is van, nem kötelesség, hogy ott legyen velem az órán. De megkérem, hogy mikor van szabad ideje, és éppen azért, hogy ezek a fiatalok felkészültebbek kiváljanak a szakmát eladni tudásban is, ezért ő nagyon szeretettel ezt felvállalja. Az egy másik aranyos kérdés, hogy ő is érzi magát, de mondom, ez nem ő kötelessége. De amikor önmagukat visszalátják... Elteszitek a felvételeket évekre? Persze, nagyon sok van. Ó,
több mint 100 egyéb a Soproni Egyetemről, Erdőmérnökig. Nem csak az azért érdekes, hogy megvan. Mondjuk egy harmad év végén meg lehet nézni, hogy milyen voltam elsős koromban. Van, aki megnézte magát 18 év után is. Úgyhogy van jó. Ilyen, Lilla, van ilyen. De mondom, itt a lényeg az, hogy önmagát tudja fejleszteni. Ebben én az eszköz szerepét adom. Természetesen megvan ennek az elméleti része is, ennek a tárgynak, de a kommunikáció része, amit egyébként ők nagyon szeretnek, csak mindig azt kérem, kinevetni egymást soha, segíteni igen, jobbítani igen, de kinevetni azt nem. Meg kell tanulni beszélni. Az oktatásban beépült olyannyira a teszt, ami sok vonatkozásban átlátást ad. Meggyorsít bizonyos dolgokat, de a döntési helyzeteket, hogy én hogy osztályozom, ez nekem már kifejezetten fájó pont, mert egy A4-es vagy ányszor A4-es nem adja meg az ember igazi tartását. Az a jó, ha szóban beszélünk. Nekem meg kell ismerni ezt a fiatalt. Tudnom kell, hogy mit tud, mi van benne, az a kötelessége egy tanárnak, hogy a tanítás és a nevelés ott legyen, de ne a kioktatás és a drasztikus dolog. Meg kell engedjem, hogy megnyíljanak, de amikor az ember már hosszabb ideig tanít egy egyetemen, akkor megy a információt, mi sem kértük, hogy ki ez az ember, akihez megyünk, meg kihez ne kelljen, meg hasonló, de szeretettel lehet csak tanítani, és persze nagyon felkészült. Az előbb említetted, hogy nagyon nehéz olyan gyerekekkel dolgozni, ez nem jó. Nem jó kifejezés, de mindegy, most már ezt használtam. Akik érettség után kerülnek ki egy menedzsment kommunikáció szakra, vagy azokra, akik már túl vannak egy diplomán, tudják, mi a szakterületük, és annak a menedzselését vállalják föl. Látod-e azokban a hallgatókban, akik 18-19 évesen ott vannak, hogy milyen terület lesz majd az övék, és ebben mennyire lehet vagy kell beleszólni? Illetve én tudom, hogy mennyire a szíveden viseled az ő sorsukat, és hoztam és küldtél már hallgatókat, tanulókat gyakorlatra. Hogy ezeknek a gyerekeknek soha az életben nem lesz az útjuk a kommunikáció. Itt beszéltünk arról, hogy tudjon egyáltalán beszélni, mert lehet, hogy valaki zseni, csak éppen nem tudja magát kifejezni. Ez is furcsa, amikor voltak olyan trendek, hogy mondjuk egy jogi végzettséghez nem kell szóban felvételizni, hanem csak teszteket kell kitölteni, hiszen, ez nagy baj. Most hiszen a retorika, a szóbeli, hát egy tanárt is, hogyha úgy felvételiztetnének, hogy éppen nem tud megszólalni, akkor elég nagy baj lenne. Na mindegy, mert ugye az előadásnak is ott kell lenni. Tehát jogod, kötelességednek érzed-e, azt, hogy egy életbe beleszóljál és más irányra terejt a hallgatóidat, vagy hogy milyen szakterület felé menjenek, és volt erre példád? Volt példám, de ez még nagyon az elején volt, és pont az Orvostudományi Egyetemen, amikor orvos generációk majdnem, hogy rosszul kapott jövőképben gondolkodtak, elnézést a bonyolult fogalmazásért, de szülők beerőltették a gyereket, hogy legyen orvos mindenféleképpen a fiatal embert. Én akkor, miután hosszú lenne a történet, Lila, tény az, hogy a gyerek valami hihetetlen csodákat tudott produkálni, amikor a saját olvasatába berendezett egy korszakot. Filozófiát mondom, pasítottam plusz, és az oktatás az ráadásul még nem volt meg a lepényépület, tehát szanaszét voltunk, és speciál a szövettan. Hát nem éppen egy derics környezet, de ebben a nagyon kemény környezetben csodákat beszélt erről, miközben a saját gondolatmenetével szabályosan átrendezte a történelmi helyszínt, nem mert eltért tőle, hanem mert az embert beleépítette. Mondom, Atya Úristen, hadd ne nevezzen meg, Magyarország egyik legjobb rendezője lett. Na és én akkor mondtam, hogy drága gyerekem, ebből baj lesz. Fogyott, mint a, én nem is tudom, gyertyaszál. És akkor Hályó Kovács módra bizony beleléptem. Utólag a szülők majdnem 20 év távlatából megköszönték. Akkor álltam a szőnyeg szélén. Akkor rájöttem arra, hogy hiába segítenék, nem biztos, hogy az jó. Úgyhogy én utólag is bocsánatot kérek, és örvendek, hogy a kollega a szakmában nagyon jól működik. Ami a menedzsmentet illeti meg az egész kommunikációt önmagában, valamire születni kell.
Van, aki eleve úgy jön a világra, hogy már akár üzletembere is mehet, hogyha elnézed nekem ezt a furcsa túlzást. Van, amit meg lehet tanítani, van, amire rá lehet vezetni. Van, aki szerencselovagnak született, és simán egy elégséges bizonyítvány olyan pályát fut be, hogy ugrik. De legalább elvégzett valamit, ha elvégzett, de mondom, most itt most már feltétel, hogy elvégezzen valamit, soha nem lesz belőle például jó mérnök. De hogy a szakmát iszonyúan jól tudja menedzselni, az biztos, mert valami ráragad, hogy milyen rubikonokat kell neki, szakmai rubikonokat átugorni, és ezt tudja. Van, aki kitűnő, szervező ember, de igazából mégis a tudomány szervezésében tud előrelépni. Én akkor tanulva az előzőekből, ugye amit elmondtam, bár más szakmát érintettem, nem így beszélgetek, hanem próbálom olyan helyre becserkészni, ahol rájön az ő igazi egyéniségére. Nem hozzád gyakornak, hanem iparon belül megpróbálom a volt hallgatóimat fölhívni, vagy ők engem, hogy emlékszünk-e kölcsönösen egymásra. Volna egy ilyen ajánlatom, ő meg kérdez tőlem, hogy a tanár nem emlékszik rám, akkor hasonló fazon kellene, de négy. Akkor én úgy átértékelem. Tehát ezt úgy hívom, hogy egy ilyen szakmai kis trianon működik valahol, de ez nagyon jól illan. Én azt szeretném, hogy az emberek lehetőség szerint olyan helyre kerüljenek, ami az egyéniségüknek is megfelel, túl a szakmai tudásom, mert akkor alkot. Az intézmény a cég virulni fog, ő egyfolytában alkotni fog, de ez még ma rendkívül pici területen tud, és kis mennyiségben megjelölendően hát létezni, de nekem célom, hogy ahogy lehet, amíg van ez a bizonyos tekintélye az embernek oda-vissza, akkor ezzel jól éljünk, és legyen az az ember már boldog. Hát attól egy cég, egy intézmény is jó lesz, és apránként talán ez az ország. És úgyhogy ez nekem nagyon fontos. Az előbb már említettem a Széchenyi Társaságot, azt tudjuk már, hogy rengeteg helyen tanít, azt nem soroljuk végig. Viszont én téged életemben először az Aranycsapat Alapítvány rendezvényén láttalak, ahol az Aranycsapat Alapítvány elnökségének kuratóriumi tagjaként éppen Puskás öcsi sírjánál mondtál beszédet. Akkor még ott megkérdeztem a többieket, hogy gyerekek, ki ez az asszony, és hogy kerül az Aranycsapat Alapítványhoz, mert kettőt elég nehezen raktam össze, megmondom egész őszintén. Aztán utána kezdtem látni a személyiségednek a kibontakozását, és hogy minden a helyére került, de most, ahogy néztem, legalább 10 féle alapítvány elnökségébe, kuratóriumában vagy benne. Ez határon innen és határon túl. Mi az, amit elvállalsz, mi az, amit szívesen csinálsz, mi az, aminek hangsúlyt adsz, és mi az, amit visszautasítasz? Amiben csak a fények vannak, meg esély arra, hogy az ember láttassa magát, ezt magában nem fogadom el. Az Aranycsapat, ez azért pontosítsuk, mert itt most már sokféle ilyen elnevezés lehet, ez a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti, most már nemzetközi diáklabdarúgó bajnokságból indult el 2003-ban egészen pontosan, amikor az egyik tévé foájében megismerkedtem Kül Lajossal, és abban a pillanatban elindult ez a közös együttműködés. Engem az ügy érdekelt, hogy a sport rangján megint létezik egy olyan egyesítésre is történő felhívás, ami nem drasztikus, hanem teljesítményorientált. Azon a pályán produkálni kell. Ez nem rendszeres, hogy én minden áldott héten ott vagyok, ez fél évben körülbelül, fél évenként egy olyan 3-4 alkalmat jelent, ez belefér abban a millióban, amit csinálok. Az elnökségi tagok szintén olyan, hogy az élettapasztalatból fakadó emberismeretre is épül, hogy kiket javasolunk, mit csinálunk. Körülbelül azért havonta vannak tudományos előadások, ezekre fel lehet készülni, és igyekszem úgy beütemezni, hogy ez ne sértse magát az egyetemi oktatást. Azért azt szeretném büszkén elmondani, hogy amióta létezem, egyetlen egy óra nem maradt el. Nekem az az első dolgom, hogy ha elvállaltam az oktatást, nekem ott a helyem. Ez persze sokszor ad kemény fizikai próbatételt, mert azért hajnalba utazni vonattal, amit most azért kevesebb szer teszek meg, de ezzel együtt azért az kemény. Viszont egy-két diploma megszületett már a vonaton, arra volt időm, hogy olvassak és írjak.
de felszínes munkát nem vállalok el, és nagyon fontos nekem az, hogy az öntudatunk, a nemzet megtartó tudat az ott legyen, és ha lehet, akkor olyan emberekkel együtt lépjünk tovább, akikhez én is partnerként tudok csatlakozni, vagy pedig az olyan szervezetek, amelyet ilyen alapelvek alapján felvállaltam, ők is boldogan tudjanak jönni feladatokkal, közös nevezővel. Mindenhez szerencsés asszony vagy, vagy nem tudom, hogy a férjed szerencsése. Szóval mindenhez kaptál, már egy mondat erejéig említettük az elején, egy olyan társat, akivel 48 évben, jóban, rosszban együtt vagytok. Nem tudom, hogy melyikötök szerezte meg a másikat, azt majd legközelebb kifejtjük, vagy egy másik alkalommal, de minden esetre egy nagyon tisztelendő dolog. És mondtad, hogy ő általa nagyon sok országban éltetek. Ő egy mérnökember. Ő gépészmérnök, vegyipari gépész, és ezen belül a szilikát gépész ágazatra szakosodott. Egy rendkívül szerény, sokkal higgadtabb ember. Inkább azt mondanám, hogy én, aki hihetetlen ilyen azonnal dönteni is majdnem hajlamos ember vagyok, mindig visszafogom magam, hogy azért ne esek túlzásokban. Biztos hátteret biztosítunk egymásnak. Ez egy nagyon nagy szerencse. Én azt mondom, hogy tényleg kivételes szerencse, ezt nem lehet előre tervezni. Nagyon fiatalok voltunk, egyetemisták, amikor megismerkedtünk, de azért szeretném én elmondani, ha az én szüleim nincsenek, nem érünk el ennyi mindent. Tudásban sem, családban sem, két nagyfiunk van még, ráadásul ugye, hogy ilyen szépen és kiegyensúlyozottan tudjunk élni ki a szakmájában. Kettőnk közül az ő élete volt szakmailag majdnem törésben, sok mérnök társával együtt. A diplomamunkája az orosház és üvegyár volt, Mongóliától kezdve, ahol üveg létezik, Hajderabadig bejárva, szinte mindent megcsinált. Itt Magyarországon nincsen üveggyár, ami a Kemence területén, pláne ne, biokombinátokat készített, csinált Mongóliába, Albániába, Szíriába. És én, hogy egy ilyen polgári, világpolgári gondolkodásmódot is tapasztalatilag tudtam elsajátítani, ezt kifejezetten e formában is a férjemnek köszönöm. Szerencsés asszony vagy. Egy mondatot a végére a nézőknek. Tárgyalástechnikát tanítasz, menedzselést tanítasz, és tényleg csak egy mondat van. Mi a legfontosabb egy tárgyalásnál, amikor leül két fél egymással szemben? Hogyan tudunk győzni? Vagy kell győzni? Nem a győzés, meg az, hogy siker megjelenek, nem. Kölcsönösen tudjunk egymás számára is megfelelő eredményre jutni. De ehhez az kell, hogy felkészüljünk egymásból, az ember ne rohangásszon, engedjen a másiknak is beszédet. Ne döntsünk rögtön vizuálisan, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, magyarul előítéletekkel, és a ránk oly jellemző emocionalitás negatívumait próbáljuk leküzdeni, mert a másik biztos, hogy jó néhány témában és dologban több, mint én. Azért, mert pillanatnyilag én vagyok a tárgyaló helyzet kezdeményezője, ne képzelje magamról azt, hogy nekem mindent lehet, és én mindent tudok, ez helytelen. Köszönöm szépen. Jó étvágyat kívánok, és köszönöm, hogy elfogadtad szépen a meghívást. Én köszönöm szépen. Mindenkinek az útját amolyan szellemi útjelzők jelzik, mérföldkövek, amelyekre odafigyelni, még akkor is, ha elhagyjuk és tovább haladunk. Ez mind nagyon fontos. Az ember csodálatos lény, de mindig felmerül a kérdés, amit a görögök is olyan szépen megtettek azon túl, hogy az embert felfedezték, hogy mégis mi az ember mértéke. Mi már tudjuk, mindig a másik ember. Az előbb azt... Igen? Hajam? Lilla megfésüköt. Egy kicsit jobban áll. De édes! Most mi történt a hajammal? Föl volt állva, izé. Ezt a mondatot újra kezdeni. Szóljatok, ha csaphatok! Belecsapunk a közepébe. Igenis.
Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsor biztonságáról a Rokko Security Kft. Gondoskodik. Az önbiztonsága a mi felelősségünk. www.rokkosecurity.hu. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin.